Szentmisével kezdődött a 2015-re elválasztott fertájmesterek avatása. A bazilikából az elhunyt negyedmesterek tiszteletére állított kopjafához mentek, hogy imát mondjanak egykori társaikért. 2014-ben felkerült a nemzeti jegyzékre az egri fertájmesterség, jelentette be a Városházán az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség szakbizottságának elnöke, dr. Csonka Takács Eszter. Várkonyi György Olivér főkapitány úgy értékelt, a 2014-ben hivatalt viseltek, bekapcsolódtak a negyedük munkájába, képviselték a testületet a városban. Az újonnan elválasztottakat útravalóval látta el, beszélt a közösségről, a csordaszellemről, a félelemről, a fogyasztói társadalomról. Végül azt tanácsolta, számoljanak le félelmeikkel és szeretettel forduljanak az emberek felé. A különböző szakmákat, a különböző korosztályokat, a különböző érdeklődési körű embereket, akiket borzasztó nehéz egymás mellé letenni, ez a testület egymás mellé ülteti, egy asztalhoz ülteti, és érdekes módon egy rövid beszélgetés után egyetértenek, és ennél fontosabb nincs, hogy az emberek egyetértsenek egymással. Együtt ül egy asztalnál az orvos és az asztalos, csak az számít, mit tudnak a közösségnek adni. 20 évvel ezelőtt írta ezt Várkonyi György, emlékezett Habis László. A polgármester a fertájmesterség felelevenítésének 20. évfordulóján arról beszélt, a testület munkája több hagyományőrzésnél. Érték többek között a fertájmesterség azért is, mert a jövőt csak biztos alapokra lehet építeni, fogalmazott. A frissen felavatott fertájmesterek nevében a Szent István Rádió főszerkesztője Bércesi András azt mondta, szeretet, bizalom, tisztelet fűzi össze a fertájmester. A közösség kovásza a haza és a város szeretete. A fertájmesteri testület idén védőszentjük Szent Apollónia szobrával gazdagodott. Bízik abban, hogy a hagyományoknak megfelelően világító fáklyaként képviselik majd az emberi polgári értékeket, mondta a Lokálpatrióta Egylet elnöke Habis László az Egylet bálján a fertájmestereknek. Maga az UNESCO is úgy ítélte meg, hogy az egri fertájmesteri testület nagyon komoly értékeket képvisel, a polgári értékeket, azokat, amelytől egy város azt mondhatjuk, hogy értékes, gerince van, összetart, összetartozik, tiszteli elődei teljesítményét és a jövőbe tekint. A bálta fertájmesterek tiszteletére adta az egri Lokálpatrióta Egylet.